Sörözgetés közben telefonon nézték a meccset a fiúk, míg a lányok a színpad előtt táncoltak. Aki fesztivál poharat vásárolt, bármennyi sört ihatott belőle. Legenda, megyesör, és nagyon-nagyon-nagyon finom, és már az ötödiket iszom. Csapolt vagy üveges, meggyes, barna, világos, szűrt, szüretlen, apa vagy ipa. A választék óriási volt, mindenki megtalálta, ha neki tetszőt. Liter számra fogyott a sör. Nagyon szuper ez a rendezvény, nagyon jól érezzük magunkat igazából. Barátokkal jöttünk, illetve egy-két egyetemi berkeken belül konzulensemmel, tanárokkal. Nagyon jól érezzük magunkat. Oklevelek sorakoznak az asztalon. A sörfőzde apa nevű világos komlódús sörével gyémánt diplomát szerzett a Tihozsgyőri versenyen. Ez a fehér nyúlapa, ez egy olyan sör, amiben a komló és a maláta az nagyon szépen egyensúlyban van, de mégis a komló dominál, az adja meg az egésznek a karakterét. Ha kitöltjük pohárba, beleszagolunk, akkor egyből egy nagyon erős, gyümölcsös illat csap meg minket, ez a komló. A 12. kisüzemi sörfőzdék nemzetközi versenyre és mustrára 7 országból 86 főzde nevezte 260 sörét Diósgyőrbe. Több mint 1500-an kóstolták meg a kézműves sör különlegességeket. Én azt hiszem, hogy sem Magyarországon, sem Miskolcon nem volt még ilyen fesztivál, hogy ennyi sörfőzde a sörfőző mestereivel itt legyen és csapolják a jobbnál jobb söröket. Mondom, 70-nél is több sört tudunk kóstolni, rengeteg díjnyertes sör, mindenki örül, mindenki boldog, nagyon nagy öröm, hogy itt lehetünk. Miskolc egyre erősebb gasztronómiában, mert egyre több olyan rendezvénynek ad otthont, amely a finom ételek és kulturált italfogyasztást helyezi a középpontba. Miskolcon egy gasztronómiai forradalom zajlik, éttermek, sörözők, kiváló vendéglátóipari helységek nyíltak, illetve fejlődtek az elmúlt néhány évben, amelyet nem csak mi mondunk, hanem országszerte, sőt, ha mondhatom így, nemzetközi szinten is jegyzenek. Az alpolgármester hozzátette, hogy a Diósgyőri vár kitűnő hátteret ad a rendezvényhez, és szükség van az ilyen színvonalú gasztronómiai fesztiválokra, hogy a város még több turistát vonzon.